Érmek, serlegek, fotók bizonyítják, hogy az elmúlt 3 évtizedben a nyírbátori ase elérte az alapításakor kitűzött célt, azaz sok fiatallal ismertette és szerettette meg az asztali teniszt, és az eredményesen maradtak el. Az egyesület legnevesebb neveltje, Majoros Bence nem lehetett jelen az ünnepi rendezvényen, mivel a svédországi Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket. A klubmenedzser elmondta, honnan jutottak el addig, hogy ma már régiós edzésközpont, a nemzetközi versenyeknek is otthont adó létesítmény. Nagyon kaotikus volt a helyzet, mert hol itt engedtek be bennünket, hol ott a különböző intézmények. Hát örültünk minden lehetőségnek, de hát heti 2-3 alkalommal, ha megy egy játékos, akkor sajnos olyan világra szóló eredményeket nem lehetett elérni. Megoldottuk úgy, hogy a garázsomba felállítottunk asztalt, és akkor jöhettek oda a gyerekek pingpongozni, de hát az ugye nem ugyanaz a millió. Ezzel együtt azt gondolom, hogy amit lehet, abból az időszakból is kihoztunk, és amikor az első önálló termünk létrejött 2002-ben, és akkor már tudtunk úgy minden nap edzést tartani, akkor már Romániából idehoztunk egy edzőt, egy utánpótlás edzőt, és akkor indult meg igazából az a minőségi munka, ami aztán most jelen pillanatban fémjelez bennünket. Nyírbátor polgármestere kiemelte, hogy az 50 éve visszakapott városi rangot ünneplő egész éves sorozat fontos eleme az ASE jubileumi rendezvénye. Az asztali tenisz Nyírbátorban én azt gondolom, hogy egyértelműen az egyik legmeghatározóbb sportág, és azt is elmondhatjuk, hogy az asztali tenisz a megyén belül a nyírbátori asztali tenisz méltán vívta ki elismerését a sport szerető emberek között. Ezért nem volt kérdés, hogy ebben az évben az 50 éves évfordulót az asztali teniszezőkkel együtt is megünnepeljük, és itt nyilván nem csak a mai napot ünnepeljük, hanem az elmúlt évtizedek sikereit, az elmúlt évtizedekben az asztali teniszért dolgozó vezetőedzők, edzők, szakemberek, gyerekek, szülők közösségét, akik ezért a sportért ebben a városban nagyon sokat tettek. A nyírbátori ASE férfi csapata jelenleg az NB2 északkeleti csoportjában szerepel. A bajnoki nyitófordulóban a bátoriak hazai környezetben 15-3-as vereséget szenvedtek a DVTK második csapatától.